Valamiért mindennek okot keresünk. Akármi történik is a világban, legyen az bármi meglepő vagy sokkoló, meg akarjuk magyarázni. De néha az események teljesen logikátlanok. Német tudósok 3000 éves egyiptomi múmiák vizsgálata közben váratlan dologra bukkannak. Mexikóban él egy törzs, amelynek tagjai új értelmet adnak az emberi állóképesség fogalmának. Ezek az emberek 800 kilométereket futnak le egyhuzamban. San Franciscóban több ezer oroszlánfóka tűnt el egy földrengés előtt. Egyesek szerint megérezték a közelgő veszélyt. Rómában egy titokzatos könyv került elő. Vajon a sorok közt az emberiség jövője áll? Vajon a tudomány és a szakértők választ találnak ezekre a rejtélyekre? Vagy kénytelenek vagyunk elfogadni mindezt? Megmagyarázhatatlan. Különös. Ismeretlen. Rejtélyes. Para. Normális. Kokainos múmiák. 1992-ben német tudósok egy csoportja hihetetlen felfedezést tett. 3000 éves egyiptomi múmiák közül 7-ben kimutatták egy olyan kábítószer jelenlétét, amely csak a 19. század végén tűnt fel az országban. Kokaint találtak. Vajon csak egy újabb álhír, vagy valóban igaz? Az ősi egyiptomi nép régóta az érdeklődés középpontjában áll. Egy kultúra, amelynek a piramisokat, a szfinxet és a rejtélyes múmiákat köszönhetjük. De a kutatások olyan bizonyítékokra derítettek fényt, amelyek más színben tüntetik fel őket. Ezáltal megkérdőjelezhető a királyok völgyében végzett tevékenységük. A tudósok nem tudnák elfogadni ezt a tényt. A modern tudomány lehetővé teszi, hogy olyan mélyre ássunk a múltban, mint eddig még soha. De vajon hogyan tudhatnánk meg többet 3000 évvel ezelőtt élt emberekről? A tudomány valóban felfedi az ősi nép titkait. A német tudós csoport mikroszkópos vizsgálatnak vetett alá törékeny, több ezer éves múmiákat. Mindenkit megdöbbentett, amit találtak. A haj és bőrmintákból kiderült, hogy a szervezetükben kokain volt. De hogyan került oda? A rejtély a kokacserjénél kezdődik, ebből állítják elő a kokaint. Ez a növény csak Dél-Amerikában fordul elő, Afrikában nem őshonos. De akkor hogyan került a dél-amerikai kokain a múmiákba? Bernard Ortiz de Montellano orvosi antropológus. Sok tudóshoz hasonlóan ő is megkérdőjelezi a leleteket. Nagyon szkeptikus voltam. Tudtam, hogy utána kell olvasnom ennek, hogy elhiggyem. Charlie Klingman antropológus is kétkedett. Érdekes ötletnek tűnik, hogy már az ősi egyiptomiak is éltek volna vele. Az egyiptomi és a dél-amerikai kultúra talán segít feltárni ezt a rejtélyt. Vajon lehet köztük kapcsolat? Mindkét civilizáció épített piramisokat, és mindkettő mumifikálta a holttesteket. Az egyiptomiak sóval tartósítottak, a perui őslakosok viszont kiszárították a halottaikat. De vajon a peruiak ismerték a kokaint 3000 éve? Larry Cartmell törvényszéki patológus. Jó pár perui múmiát megvizsgált már. Az első néhány vizsgálat nem vezetett eredményre. Aztán a 8 mintából az 5. pozitív lett. Nem is gondoltuk, hogy a kokain metabolit ennyi éven át jelen lehet. Később a legöregebb leletben is megtaláltuk, amely 3000 éves. A kokain nagyon jó helyi érzéstelenítő és fájdalomcsillapító.
Lehet, hogy csupán gyógyászati célokra használták. Aztán kiderült, hogy nagyjából a minták felében jelen van ez az anyag. Ebből gondoltuk, hogy talán gyakrabban használták, mint azt a legtöbb antropológus először hitte. A kokain jelenléte a perui és egyiptomi múmiákban felvet egy újabb kérdést. Vajon a kultúrák találkoztak? Jártak az egyiptomiak Peruban? Ha találnánk rá elegendő bizonyítékot, hogy valóban átkeltek az Atlanti-óceánon, akkor bizony sok tudós vakarhatná a fejét. Vajon az egyiptomiak valóban vállalkoztak az útra jóval Kolumbusz előtt? Pedig sokan veszhettek oda az utazás során. Az óceánon átvezető 11 ezer kilométeres úthoz ismerni kell az áramlatokat, a szeleket és a csillagokat. 3000 évvel Kolumbusz előtt az ősi egyiptomiak műszaki eszközökben fejlett nép voltak. De vajon birtokukban volt-e a tudás egy ekkora úthoz? A Nílust vízi kereskedelmi útvonalként valóban használták. De annak a lehetősége, hogy az egyiptomiak útra keltek az Atlanti-óceánon át egy másik néphez, már egészen más lapra tartozik. Az ősi egyiptomiak a legtöbb hajójukat egy nátszerű anyagból, papiruszból építették. A hajó kismérete, az egyszerű vitorla és az árbócozat miatt nem valószínű, hogy túlélték volna az utazást Dél-Amerikába. Ez majdnem lehetetlen. Ez hihetetlenül nagy dolog lenne. Abból a sok írásos emlékből, amit az egyiptomiak hagytak ránk, kiderülne, hogy történt ilyen. Azonban a korabeli irodalom semmi ilyet nem említ a hősi tettek és hódítások között. Nincs szó benne tengeri hajókról, ahogy arról sem, hogy jöttek, láttak és győztek volna. Még ha az egyiptomiak építettek volna is tengeri hajókat az átkeléshez, egy újabb kérdés merül fel. Miért nincs nyoma az egyiptomiaknak Dél-Amerikában? És miért nincsenek perui kincsek az egyiptomi ásatásokon? Azt gondoljuk, hogy ha valóban kapcsolatba léptek volna a dél-amerikai népekkel, akkor kukoricával és más terményekkel tértek volna haza. Erről sem tesz említést egyik régészeti emlék sem. Nincs tehát nyoma az új világban, és nincs semmi nyoma a régi világban sem. Az egyiptomi irodalom nem említ utazást, új világot, kokain, sem pedig nádból készült hajókat. Semmi sem támasztja alá az elméletet, miszerint ezek az ősi kultúrák találkoztak, vagy hogy áthajóztak volna az Atlanti-óceánon. Nagyjából évi 200-300 út kellett volna ahhoz, hogy annyi kokalevelet hozzanak be Egyiptomba, amely a lakosság ilyen hányadának elég lett volna. Ha nem hajóztak át Perúba a kokalevélért, akkor hogyan került a szervezetükbe az anyag? Talán a laborban tévedtek, lehet, hogy szennyeződés került a múmiákra. Minden egyes múzeumban látható múmia hosszú úton került a sírboltból a mostani helyére. Rengeteg lehetőség volt a szennyeződésre. Ha egy olyan ládába tették, amelyben azelőtt más szállítottak, akkor a múmián nyilván megmaradtak ennek a nyomai. Mégis hogyan szennyeződhettek be a múmiák? A 15.-től a 18. századig rengeteg felfedező indul útnak Európából. Az elveszettnek hitt ősi civilizációk felfedezése akkoriban is nagy hír volt. Az ősi egyiptomi kultúra igazi szenzációnak számított. Olyan volt, mint egy mai kasszasikerfilm. Mindenkit érdekelt, mindenki olvasott róla, mindenki többet akart tudni róla. Mindenki szeretett volna egy részt az idegen kultúrából. Szerettek volna olyan közel kerülni hozzá, amennyire csak lehetett. Sok egyiptomi műkincs gyűjtemény éveken át az emberek otthonában porosodott. Koporsók, múmiák, temetkezési tárgyak. Innen kerültek aztán a múzeumokba, főleg olyan gyűjtőktől, akiket érdekelt, hogy kik voltak az egyiptomiak. Az európai arisztokrácia körében státuszszimbólum volt egy múmiát tartani a nappaliban.
Sok egyiptomi műkincs gyűjtemény éveken át az emberek otthonában porosodott. Koporsok, múmiák, temetkezési tárgyak. Innen kerültek aztán a múzeumokba. Abban az időben a gazdagok, a nemesi réteg, az arisztokrácia mindenféle dolgokat gyűjtött. Különös állatokat, kagylókat, ásványokat, egy szóval mindent. Az ilyen furcsaságok közé tartoztak az egyiptomi múmiák is. Saját gyűjteményeket hoztak létre, egyfajta saját kis múzeumot, amelyet különleges alkalmakkor mutogattak az arra érdemeseknek. Az akkori régészeti módszerek még nem voltak kifinomultak. Gyakran megesett, hogy modern kori holmi keveredett a mumifikált holttest mellé. Az 1800-as évek végén került be a kokain Európába, ám ekkor még gyógyszerként használták. Lehetséges, hogy valóban környezeti szennyeződésről van szó. Igazából nagyon is elképzelhető. Elképzelhető, de talán mégsem ez történt. A tudósok ugyanis megállapították, hogy a kokain szájon vagy orron át került a múmia szervezetébe. Az anyag tehát még az adott ember életében került a szervezetébe. A rövid érintkezés nem hozott volna ilyen eredményt. Ráadásul a tudósok gondosan megtisztították a vett mintákat. A rejtély tehát fennáll. Hogyan került a kábítószer az ősi halottakba? Talán a múmiák nem is az ősi Egyiptomból származnak. Abban az időben, amikor az egyiptomi múmiák népszerű dísztárgyak voltak, valószínűleg jó néhány álmúmia is készült, hiszen a hamisítók így komoly összegekre tehettek szert. Hamisítványok születtek, amelyek aztán külföldi nemesekhez kerültek, akik valami érdekesen egzotikus dolgot kerestek. Nem is sejtették, hogy mit kaptak a pénzükért. A legleleményesebbek fogtak egy pár lepedőt, jól beletekertek egy hullát, és már készen is volt a hamisítvány. Úgy adták el, mint korabeli múmiát, és talán az, amit a tudósok megvizsgáltak, egy ilyen újkori álmúmia volt. Csak hogy a tudósok ezt is megvizsgálták. A múzeum is igazolta, hogy ezek a múmiák valóban 3000 évesek. Bizonyára örök rejtély marad a szervezetükben lévő kokain. Napjainkig senki más nem vizsgálta meg a vett mintákat, a többi múmia szervezetében pedig nem találtak drogot. A tudós társadalom számára továbbra is ott áll számtalan megválaszolatlan kérdés. Remélem, egyszer megtudjuk a választ. Addig is várunk. San Francisco 2009. decembere. Rejtélyes esettől hangos a város. A part mentén élő több ezer oroszlánfóka egy éjszaka alatt eltűnt. Napokkal később földrengés rázta meg a várost. Talán megérezték a bajt. Hamarosan kiderül. San Francisco az egyik legnépszerűbb turista hely Amerikában. Az egyik legfőbb turista látványosság a parton élő több ezer oroszlánfóka. Az utóbbi 20 évben ez a móló az otthonuk. Ám 2009. decemberében furcsa dolog történt. Egy éjszaka alatt eltűnt az összes oroszlánfóka. De miért? Nem tudom. Elmenekültek, mint a varjak a Towerből. Eddig tele volt velük a móló. Csalódottan láttuk, hogy csak egy-két pontonért utaztunk ide. Nem tudjuk, miért mentek el az állatok. Jim Oswald vezeti az öbölmenti tengeri emlősparkot. Szemtanúja volt a fókák hirtelen eltűnésének. Novemberben történt. A 927 egyedből csak 20 maradt itt.
Mindenkit megdöbbentett az eset. Főleg azokat, akik arra számítottak, hogy hatalmas populációt látnak majd, de csak 20 példányt láttak. Szokatlan eset, az bizonyos. De vajon mi áll a dolgok hátterében? 2010. január 9-én nem sokkal a San Franciscó-i fókák távozása után egy 6,5-es erősségű földrengés rázta meg Kalifornia északi partját Eureka város mellett. Sokan maradtak áram nélkül, és jelentős anyagi kár keletkezett. Az amerikai földtani szolgálat felel a szeizmikus tevékenység megfigyeléséért, mégsem jelezték előre a földrengést. Talán a fókák megérezték a közelgő bajt. Jim Birkeland geológus, a parti őrség egykori tanácsadója, az utóbbi 20 évet az állatok előrejelző képességének vizsgálatával töltötte. Tudom, hogy az állatok megérzik, ha földrengés lesz. Egyértelmű, hogy a fókák okkal hagyták el az öblöt. Az biztos, hogy nem azért, mert kevés turista volt. Jim különös módon igazolta a feltevését. Az eltűnt állatokról szóló hirdetéseket kezdtem böngészni. 1979-ben 4 földrengés is sújtotta Kaliforniát. Jim megnézte a helyi újság eltűnt állatrovatát, hogy lássa, nőtte az eltűnések száma a rengéseket megelőzően. Az eltűnt állatok száma minden addigi értéket meghaladt. Soha nem volt több 15 macska eltűnésnél. Most meg 27 cicát kerestek. Nem is beszélve az 58 kutyáról. Ez rengeteg állat. Valami figyelmeztette az állatokat a veszélyre. Ráadásul hasonló állati viselkedést a világ minden tájáról jelentettek. 2008 májusában a kínai Taizhou lakói megfigyelték, ahogy több ezer béka szögdelt át egy hídon. Pár nappal később 60 ezer ember halt meg egy földrengésben. Az állatok érzik, amit mi nem. Az elektromágneses tér nagymértékben változik a földrengés közelében. Egyes tudósok szerint a tektonikus lemezek mentén keletkező törésvonalak erős elektromágneses jeleket sugároznak jóval a földrengések előtt. Az állatok érzik ezt. Tudjuk, hogy az elektromágneses teret megzavarják a napkitörések és a kéregmozgások. Ugyanezt a mágneses teret használják a költöző, vándorló állatok már több millió éve. De vannak, akik az oroszlánfókák eltűnését másképp magyarázzák. Kim Romsurian tengerbiológus az Oregoni Egyetem Tengeri Emlősök Intézetében dolgozik. Az biztos, hogy az állatok olyan dolgokat is megéreznek, amiket mi nem. Rengeteg földrengés volt San Franciscóban az elmúlt 20 évben. A fókák mégsem mentek sehová. Szerintem másokuk volt. Távozásuk oka tehát továbbra is rejtély, de egy felfedezés rámutatott, hová mehettek a fókák. Dan Harkins vezeti az oroszlánfóka parkot az oregoni Florence-ben, 800 kilométerre San Francisco partjaitól. Egy héttel a tömeges eltűnést követően Dan észrevette, hogy az oregoni fókák száma robbanásszerűen megnőtt. Vajon az eltűnt fókák jelentek meg? A stellár oroszlán fóka a legnagyobb a faj képviselői közül. Ebben az időszakban nagyjából 500 stellár oroszlán fóka él a parkban. Hálaadás előtt érkeztek a hírek, hogy oroszlán fókák gyülekeznek, úgy fél kilométerrel feljebb az úton. Az emberek fényképeket hoztak, hogy megmutassák, mit láttak. Hihetetlen volt. Úgy tűnt, az oregoni fóka populáció az eltűnt San Franciscó-i egyedekkel növekedett meg. Ha nem a földrengés, akkor mi késztette a fókákat arra, hogy lakhelyüket elhagyva 800 kilométerre költözzenek San Franciscótól? Kim Romsurian szerint a válasz az El Niño által létrehozott áramlatváltozásokban rejlik. Az elsődleges ok a költözése a táplálékhiány. Ha erős a tengeráramlás, a zsákmányállatok északra mennek, és ezt kihasználják a fókák és a halevő madarak is.
Az El Niño évente bekövetkező jelenség, amely egy pár fokkal felmelegíti a csendes óceán felszínét. Kim szerint 2010 erős El Niño-ja miatt a szardínia és hering populációk északra vándoroltak, hogy hűvösebb, táplálékban gazdag vizet keressenek a fókák legnagyobb örömére. Rengeteg csali halat látni Oregon partjainál az idén. Sok a szardínia, ezért meglehetősen sok a sirály is. Rekordszámú pelikán érkezett, és ebben az évben nálunk is telelnek, nem mennek délre. Ezen a télen nálunk is bőven van mit enniük, és szerintem az oroszlánfókák is így gondolták. Szerintem azért hagyták el az otthonukat, mert nem volt elegendő táplálék a területen, így aztán továbbálltak. Vajon mi lehet az oka a San Franciscó-i fókák eltűnésének? Megérezték a közelgő veszélyt? Vagy élelmet kerestek? Esetleg más az oka? Nem tudjuk a választ. A történet vége pedig, hogy 2010 februárjában, 3 hónappal az eltűnésüket követően, az oroszlánfókák visszatértek otthonukba, a 39-es mólóra. A rejtély megoldatlan maradt, de egyelőre mindenki megnyugodott. A történelem folyamán sok rejtélyes könyv és írás keltett pánikot és rettegést. Egyesek szerint ezek az írásos emlékek jövendőlések. Nostradamus megjósolta Hitler uralmát és a szeptember 11-i terrortámadást is. De egy másik rejtélyes könyv is napvilágot látott, amely egyesek szerint újabb jóslatokat tartalmaz, de vajon milyen titkokat rejt? Történészek, nyelvészek és kódfejtők próbálják megfejteni a szavak jelentését. Vajon mit találnak? A tudósokat rendkívüli módon érdekli ez az MS-408-as számú írás, amelyet a ritka könyveket és kéziratokat kutató Yale Egyetemen őriznek. Első benyomásra elképesztően bizarrnak, ám furcsa mód ismerősnek tűnt. Érdekes, hogy úgy érzi az ember, hogy már látta. Minél többet vizsgáljuk, annál egyértelműbb, hogy ilyet még sosem láttunk. Ez a rejtélyes könyv Voynich kézirat néven is ismert. 1912-ben talált rá egy könyvgyűjtő, Wilfred Voynich, egy Róma melletti jezsuita könyvtárban. A szerzője ismeretlen. Közel 100 évvel később a történészek, így Nicolas Terpstra is, még mindig a kézirat tartalmát vizsgálják. Ismeretlen növényeket. Ezek a növények az édenkert növényei? Különös csillagászati jeleket. Ez az univerzum más régióinak a csillagtérképe. És az egészben az a legkülönösebb, hogy a szöveges részek már 100 éve megfejtetlenek. Miközben megpróbáltuk kiolvasni a betűket, rá kellett jönnünk, hogy ez képtelenség. Mintha azzal, hogy elolvasnánk, fény derülne mindenre. Mégis milyen titkokat rejt a Voynich kézirat? Lehet, hogy olyan jóslatokat, mint amilyeneket Nostradamus híres írásai? Először is a tudósoknak meg kellett tudniuk, hogy a mű mikor íródott. 2009-ben jelentős előrelépést tettek. Az Arizona Egyetem kutatói radiokarbonos kormeghatározással kiderítették, hogy a könyvet a középkorban, a 15. század első felében írták. Talán ez a bizonyíték segít felfedni a Voynich kézirat titkait. A sötét középkor után Európára új hajnal virratt, a felfedezések és a találmányok kora. A 15. század első fele a megnövekedett emberi kíváncsiságról és találékonyságról szólt. A találmányok kora utat nyitott a bűnnek számító alkímiának és a sötét mágiának is. Már olyan könyvek is születtek, amelyek ősi tudományos és alkímiai elméletekről szóltak. Ekkor íródott Giambattista della Porta Magia Naturalis-a is.
A titokzatos könyvek tehát megszokottak voltak. Az általános nézet az volt, hogy csak az a lényeges, ami nem azonnal nyilvánvaló. Tehát az igazi tudás a titok tudása. Egy ideig ezek az ősi titkok eretnekségnek számítottak. A halálbüntetéstől tartva az írók megpróbálták elrejteni műveik valódi tartalmát. Politikai megfontolásból titkosították a mondani valót. A titkosítás megszokott formája volt, hogy olyan nyelven írtak, amit mások nem értettek. Manapság rengeteg ilyen titkos nyelvre bukkantak a tudósok. Ez az az időszak, a 15. század eleje, amikor az emberek ismét elkezdtek hieroglif-szerű jeleket rajzolni. Vajon a Vojnics kézirat ősi nyelven íródott, amit a 15. században fedeztek fel? Erre Stephen Chrysomalis nyelvész ad választ. A történelem során több tízezer, vagy tán több százezer nyelvet beszéltek, amelyek már rég kihaltak. A Vojnics kézirat lenyűgöző, mert számunkra majdnem érthető nyelven íródott. Sok betű olyan, mint a latin ABC betűi, viszont valahogy mégsem olvasható. Nem rakható szavakká. A nyelvészek a kéziratban használt nyelvet Vojnicsi nyelvnek nevezik. Ha valóban egy nyelv, akkor olyan bonyolult, hogy majdnem lehetetlen megtanulni, mégis ismerős írásjegyeket tartalmaz, amelyek jelentése és egymáshoz kapcsolódása nagyon zavaros. A legtöbb nyelvben, ha ránézünk egy szövegre, a leggyakoribb szavak kevés karakterből állnak. Ha levesznek a polcról egy könyvet, 100%, hogy a gyakori szavak rövid szavak lesznek, mint az a, az, egy, és így tovább. A Vojnics kéziratban ezzel szemben a gyakran ismétlődő szavak hosszúak. Ettől rejtélyes. A Vojnics kézirat technikailag kifinomult, viszont hihetetlen módon egyetlen más napjainkban ismert nyelvvel sem mutat hasonlóságot. Egyes történészek szerint viszont éppen ez volt a cél. A könyv szerzője azt akarja, hogy ne fedjék fel a titkot soha. Lehet, hogy a Vojnics kézirat valóban egy titkos információt rejt. Lehet, hogy titkos írással készült. A titkosírás legegyszerűbb formája, ha egy adott betűt kicserélünk egy másik betűvel, például az A betűt, B, C vagy D betűvel. Így a kódolt szöveg először betűkavalkádnak tűnik, de aztán felfedezhető benne a szabály. A tudósoknak komoly fejtörést okoz a Vojnics kézirat esetében, hogy mi lehet ez a szabály. A II. Világháború idejére már szinte megfejthetetlen kódolt szövegeket hoztak létre a németek. Az Enigma szabályának megfejtéséhez a szövetségesek minden tudására szükség volt. A kormány több száz, ha nem több ezer kódfejtő csapatot hozott létre, hogy sikerüljön megtudniuk a gépezetek működési elvét. Hogy feltörjék a kódot, ezer meg ezer különböző kombinációt próbáltak ki, még végül egyszerűen már nem lehetett kézzel elvégezni a munkát. Eljött a kódfejtőgépek ideje. A világ első elektromosan programozható számítógépe a Colossus volt a segítségükre, így a lehetetlen lehetségessé vált. Ám aztán egy nap előkerült a Vojnics kézirat. Rengeteg, a 20. század legbonyolultabb kódjait is feltörő brit és amerikai kódfejtő próbálta feltörni ezt a 15. századból származó írást. Miért nem sikerült nekik? A világ legkiválóbb elméjén is kifogott a Vojnics kézirat. Ha valóban kód, akkor feltörhetetlen. Ha egy nyelv, akkor nem érti senki. Az egész mű igazi rejtély. Gordon Rugg Vojnics specialista. Úgy véli, ő tudja a választ. Érzi, hogy a rejtély nem abban rejlik, amit látunk, hanem amit nem. Még a legpontosabb modern írnokok is ejtenek olykor hibákat.
Ki kell törölni a hibát, tisztára kell törölni a papírt, majd újraírni a szöveget. A Vojnić kéziraton nincs nyoma eféle javításnak. Elképzelhető, hogy a Vojnić kéziratban rejlő tökéletesség a bukásához vezet. Rák professzornak erre is van elmélete. A legegyszerűbb létező magyarázat az, hogy a kézirat átverés. Szenzációs átverés, lenyűgöző. Egy írás, amely már 500 éve veri át az elismert tudósokat. Szóval a kézirat csupán egy tökéletes átverés. Egy középkori csaló munkája. Ennek vizsgálatához a tudósoknak vissza kellene menniük a 15. századba. A Nostradamuséhoz hasonló művek igen népszerűek voltak akkoriban. A művelt réteg bármit elolvasott, ami a világegyetem titkairól szólt. Nagy üzlet rejlett az ilyen irodalomban, különösen azért, mert nagyon különös, ritka és titokzatos. Egy reneszánsz korabeli bankárnak olyan volt egy ilyen kézirat, mint napjaink brókerének, egy Van Gogh festmény, státuszszimbólum volt. Ha pénzkeresési szándék vezérelte is a mű íróját, mégis hogyan sikerült technikailag ilyen pontosan felépített művet alkotnia? A legtöbb ember jól tudja, hogy egy ilyen terjedelmű művet, mint amilyen a Vojnić kézirat, több évszázad alatt lehet csak megírni, ha halandzsa nyelvre akarunk törekedni. Az ember gyakran ismételni önmagát, és ez a mű rovására menne. Ám Rák professzor elképesztően új elmélettel állt elő. A művet gyorsan meg lehetett írni. Ma megvizsgálja az elképzelését. Szerintem ma látni fogjuk, hogy milyen gyorsan születik a Vojnićihoz hasonló nyelvezetű és terjedelmű mű. Azt is bebizonyítom, hogy milyen gyorsan lehet ezzel a módszerrel létrehozni egy ilyen művet, hogy milyen gyors pénzszerzési lehetőség rejlik ebben. Gordon reméli, hogy a kísérlet által végre fény derül arra, hogy miként sikerült ilyen gyorsan létrehozni a művet. Először is Gordon három világhírű írnokkal dolgozik együtt. Egy 600 üres négyzetet tartalmazó lapra másolnak fel különböző karaktereket a vonalrácsba, de néhány négyzetet üresen hagynak. Aztán három négyzetet kivágnak egy lapból, ez lesz a sablon. A sablont akárhova lehet csúsztatni a lapon. Ezzel a módszerrel egy vojnići szó jön ki. A szót egy üres papírlapra másolják, majd arrébb tolják a sablont. Íme egy újabb szó. Ezzel a módszerrel hetek alatt elkészül egy vojnići terjedelmű mű. Ezek az emberek létrehoztak egy művet, amely a Vojnić kézirathoz hasonlít, és ráadásul hamar elkészültek vele. Egy ilyen csapattal hetek alatt készen van a kézirat. Szerintem ilyen módon készült. A kísérlet azt bizonyítja, hogy a szerző a nyereség reményében gyorsan elkészíthette a művet. Ám a teljes igazság feltárása még várat magára. Ez a lenyűgöző mű sok sötét titkot rejthet, de a feltárásokhoz új módszereket kell kipróbálnunk. Nagyon hasonlít valami általunk ismertre, de még mindig messze vagyunk attól, hogy dekódoljuk a szöveget. Valami van a szavak mögött, és meg kell tudnunk, hogy mi az. A maraton. 26 mérföld vagy 42 kilométer folyamatos futás az egyik legnagyobb kihívást jelentő sport. Hihetetlen álló képességet igényel, ahol a legügyesebbek hírneve a legjobb atlétákkal vetekszik. De valóban olyan nagy dolog ez. Észak-Mexikó hegyei között él egy nép, amely új értékrendet teremtett. Akár 700 kilométert, a maratonnál 16-szor hosszabb távot is lefutnak két nap alatt. De hogy csinálják? Az orvosok próbálnak fényderíteni hihetetlen képességük hátterére. Ez egyedi dolog. A válasz megváltoztathatja az orvostudomány mai állását.
Sierra Madre hegység Észak-Mexikóban. Barátságtalan vidék, amely a Tarahumara törzsnek ad otthont. Ez egy futó nép. A Tarahumarák már 500 éve lakják a vidéket. A nevük azt jelenti, hogy képesek akár több száz kilométert is lefutni, edzőcipő nélkül. De hogyan csinálják? Chris McDougall egykor maratonfutó volt. Őt is megdöbbentette a Tarahumarák álló képessége. A törzs minden tagja gond nélkül lefut 200 kilométert. Gyakran futják le ennek a kétszeresét. És nem csak bizonyos emberek, mindenki, férfiak, nők, öregek, fiatalok. Hihetetlen, de az eddig feljegyzett leghosszabb táv 700 kilométer volt, ráadásul mindössze két nap alatt. Ilyen messze van egymástól New York és Cleveland. Ekkora távolságot, tehát a maratoninál 16-szor hosszabb távot lefutni egyhuzamban, meglepő. Hát még az, ahogyan csinálják. Vagy mezitláb, vagy ezekben a házi gyártású szandálokban futnak, amelyeket állati bőrből vagy gumiból készítenek. Ha a területen defektes abroncsot találnak, szandál lesz belőle. Ilyen csekély védelemmel a Tarahumarák még a legjobb olimpiai hosszú távfutókon is túltesznek. De hogyan? A sportorvos John Berardi szerint az elszigeteltség jelentős szerepet játszik a kialakult képességben. Ezeknek az embereknek hozzátartozik a kultúrájukhoz a futás. Futnak a túlélésért, a falvak közti kommunikációért, az edzettségért. A Tarahumarák futásra születtek. Rendszeresen részt vesznek 3-500 kilométeres távú versenyeken ezen a kietlen tájon. Ha hírt visznek, akár 800 kilométert is lefutnak egy hét alatt. El lehet képzelni. Ha egy olyan kultúrában élnénk, ahol az egyetlen sportot a futás jelenti, és a túlélésért is futni kell, akkor egészen jól tudnánk futni. De hogyan képesek a Tarahumarák ilyen távokat futni? Az étrendjük miatt. Egy maraton esetében egy futó átlagosan 2600 kalóriát éget el. Egy ilyen táv megtételéhez a szervezetnek sok szénhidrátot kell elraktároznia. Ezért isznak a maratonfutók energiaitalokat. A szénhidrát glükogénként raktározódik az izmokban, és fokozatosan alakul át energiává. Egy 700 kilométeres távon egy Tarahumara akár 43 000 kalóriát is eléget. Honnan van az energia? Chris McDougall megvizsgálta a törzs étrendjét. Megdöbbentette az eredmény. Rengeteget isznak, főleg aratás idején. Aratás idején és a versenyek előtt a Tarahumarák óriási mennyiségben fogyasztanak kukoricasört, azaz teszkínót. Talán ettől jobb az állóképességük. A kukoricasör egyaránt növeli a víz és a glükogén szintjét a szervezetünkben. A szénhidrát tartalma magas, viszont kevés alkohol tartalmaz. Kimutatták, hogy nagyjából 4 litert kéne meginni belőle ahhoz, hogy becsípjen az ember. Ha jobban belegondolunk, hatalmas mennyiségű szénhidrátot visznek be, amely ráadásul óriási folyadékfogyasztással jár. De vajon ez a magyarázat a Tarahumarák szuperképességeire? Dan Lieberman másképp vélekedik erről. A Tarahumarák képessége, amellyel nagyon nagy távolságokat is lefutnak, inkább az evolúcióra vezethető vissza. A mai modern világban teljesen elvesztettük a régi képességeinket. Több ezer évvel ezelőtt a korai vadászok messzi vidékekre is elmentek a zsákmányért. Addig kergették az állatot, amíg az kimerültségében összeesett. Ezt a módszert alkalmazzák a napjainkban élő Tarahumarák is.
ha egy bizonyos sebességgel futunk, az állat ügetésbe kezd. A legtöbb négylábú lihegéssel hűti a testét. Ha viszont üget, nem tud lihegni, így egyre jobban kimelegszik. Az evolúció során kialakult az emberben a futás képessége. De futónak születtünk. Az egész testünk úgy van kialakítva, a lábujjunktól a fejünk búbjáig, hogy képesek legyünk megtenni nagy távolságokat, közben raktározni tudjuk az energiát, tudjuk hűteni magunkat, és tudjuk biztosítani az energiapótlást. A tarahumarák megtartották ezeket az értékeket, és az évszázadok során fejlesztették is őket. Bennük megvan ez a képesség. Dan szerint a kevés testmozgás a modern életvitel bűne. Miért kéne kitartóan vadásznunk valamire? Bemegyünk a piacra, megvesszük a megtisztított, megmosott húst. De van egy másik ok is, amiért nem tudunk kitartóan futni. Amikor elkezdtük tanulmányozni a mezítlábas vagy a vékony talpú cipőben futást, rájöttünk, hogy az a technika, ahogy a tarahumarák futnak, hasznunkra válhat. A tarahumarák nem hordanak modern edzőcipőt. Házi készítésű szandálban vagy pedig mezítláb futnak. Talán ez az oka annak, hogy ilyen kitartóak? A sportszakértő dr. Irene Davis szerint, mivel a tarahumarák cipő nélkül futnak, így bizonyára más technikát alkalmaznak, mint a maratonfutók. Talán ez a kitartásuk kulcsa. Most megpróbálja bebizonyítani az elméletét. Elindul, majd szeretném, ha sétálna egy kicsit bemelegítésképp. Aztán jöhet a futás, szeretném, ha természetes módon mozogna a futópadon is. Megpróbáljuk összegyűjteni, hogy milyen módon fut. A futócipő miatt a tesztalany először a sarkát teszi le, majd a lábfej többi részét. Ezt tartják az ideális futóstílusnak, így fut minden olimpikon is. A kísérlet azonban más eredményekkel is szolgál. Ez itt a csontozatunk futás közben. A piros nyíl jelzi a talaj irányából ható erőket a sarkunk felé, ahogy a lábfejen áthaladva a tömegközpontunk felé hat. Ezen a grafikonon látszik, hogy milyen erők hatnak ránk leérkezéskor. Az az érdekes, hogy nagyon nagy a ránk ható erő nagysága. Ez itt az a terület, amely futás közben megsérülhet. A vizsgálat szerint, ha cipőben futunk, nagyobb erők hatnak a lábra és a lábfejre. Ezáltal könnyebben megsérülhet. De mi a helyzet, ha az ember mezítláb szalad? Jason, gondolkodsz azon, hogy hogyan emeled a lábad, vagy hagyod, hogy menjen a maga útján? Hagyom, hogy úgy érkezzen le, ahogy normálisan tenni. Érzem, hogy a talpam első-középső részére érkezem. Alig van ellenható erő. Jelenleg mezítláb futsz. Elmondhatjuk, hogy szinte alig érkezel a sarkadra. Nézd meg, csökkent a visszaható erő nagysága. Igen. Igazából ez annyira megdöbbentő. Sokkal kevesebb erő hatott rám. Mind szuperképességűek lennénk, ha mezítláb futnánk. Valószínűleg nem. De közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük az emberi test titkait és a tarahumarák rendkívüli kitartását. Szerintem rengeteg dolgot tanulhatunk a tarahumaráktól, mert arra tanítanak minket, hogy a testünk okkal olyan, amilyen.